Zárva a posta, feliratot is eltávolították, puszta ott lakán járunk. Vidigán Mihály innen származik, szüleit és nagyszüleit látogatta meg a faluban. A fiatal zenél, lakott már Szegeden is, most Budapesten él. Mobil posta volt, nagyon sokáig már, legtöbb ügyintézést azt ugye mindig el kell menni a járási hivatalokba, vagy a megyeszékhelyre, aminnen kvázi 30 perc a járási hivatalba tartoznak, az is kb. Ugyanennyi. Az idősebbek ezt másképp látják. A buszforduló megálló kiváló hely egy kis beszélgetésre. A tavaly áprilisi választási plakát a trafon maradt. Rendben volt, mentünk ide a postára, elintéztük a dolgunkat, minden rendben volt. Hiányzik is nagyon. Hogy változott ez meg? Tehát hogy érték meg azt? Hogy... Sajnos nem tudom, hogy kinek a műve volt az, hogy megszüntették. De nagyon hiányzik. Ugye most is nem azt mondom, nagyon jó ez, aki jár ide, csak kint kell állni, olyan esik, ha fúj, télen hidegbe, nagyon hiányzik a posta. A Magyar Posta tavaly októberben idéglenesen 366 postát záratott be. Ez az idéglenesség olyan lett, mint az IBH, vagyis a 2015-ben a magyar-szerb határon épült idéglenes biztonsági határzár. A tél elmúlt, a kisposták többsége zárva maradt, csak azok nyitottak ki, ahol az önkormányzat beszállt az üzemeltetésbe. A mobil posta naponta 20 percig elérhető, reggel 9 óra 10 és 9 óra 30 között. A legközelebbi 7 kilométerre van Medgyesbodzáson. Az idős asszony szerint a posta bezárása nem tesz jót a falunak. Ugye valamikor volt fodrászat, gyógyszertár volt itten, nagyon sok minden megszűnik, nincs semmi, ami tényleg kéne az embernek. Nincsen. Az ilyenekért például most hova kell elmenni? Nem tudom. Hova jár fodrászhoz? Békés Csabára. Ilyenek. Békés Csabára, a gyógyszeri Békés Csabára, Medgyesegyházára. Ez mennyi időbe? Hát ugye időbe telik, mert elmegy az ember 2-3 óra hossza, ha sikerül neki, ha nem, akkor elmegy reggel a 8-assal, és akkor hazajön délbe. Nincsen ugye a közbejárat, mert vannak Csabára van járat, de inkább délután reggel elmegyünk, 8:45-kor, és a 11:30 után jön az első, utána van még busz, csak sajnos ugye addig az embernek csak ott kell járkálni, vagy járni, nem kellemes. Főleg, mikor már az ember 80 éves. A posta bezárást a rezsikiadásokkal magyarázták. Azt, hogy a 366 posta bezárásával mennyit takarít meg az állami vállalat, hiába kérdeztük, ezért perre mentünk. Azt viszont a Magyar Posta elárulta, hogy a rezsikiadások közül a gázért mennyit fizettek. A közbeszerzések egy listát is tartalmaznak, ezek alapján több bezárt postát is azonosítottunk. A lista alapján a pusztaotlakai kirendeltség fűtéséhez 3395 kWh energiára szerződött az állami vállalat. Ez a megismert szerződések szerint 2020-ban 20.879, 2021-ben 51.315, míg 2022-ben 149.128 forintba került. Ez csak a gázára, egyéb díjak és áfa nélkül. A posta 2020-ban 6,1 forintért kapott 1 kWh gázenergiát, ez 2022-re 43,9 forintra, több mint 7-szeresére nőtt. A közbeszerzés alapján a bezárt 366 postából 169 gázfogyasztását tudtuk azonosítani. Ezek gázdíja 2022-ben összesen 155 millió forint volt, a 2020-as 21 millió forinttal szemben. A rezsi csökkentés tavaly részben feladta a kormány, hogy a rendszer mennyire szemfényvesztő, arra idézzük Gulyás Gergely kormányszóvivőt, aki idén áprilisban beszélt a hatósági árról. Érdemes figyelembe venni a lakossági rezsicsökkentett gázárat, a lakossági rezsicsökkentett áramárat, a piaci lakossági áramárat és a piaci lakossági gázárat. És amikor olyat fog tapasztalni, hogy ezekért az állam nem fizet háromszor annyit, mint amennyibe ezek összességben kerülnek, tehát nem csak egyharmadát fizetik a polgárok vagy a fogyasztók a piacon, akkor feltétlenül szóljon. Akkor mutatunk valamit. A posta 2020-as gázára alacsonyabb volt, mint az akkori lakossági. A posta 61 forint per köbméter áron jutott gázhoz, a lakosok nettó 80 forintért. Vagyis a lakosság a jelek szerint a versenypiaci árhoz képest 25%-kal többet fizethetett 2020-ban rezsicsökkentés címén. 2020-ban a Szegedi Lézerközpont az ELI 73 forintos nettó áron kapott gázt, szintén a lakossági ár alatt. Gulyás arról is beszélt, hogy hiába nőtt a meghatározott fogyasztás felett a gázár, az keveseket érintett. És a mi legfontosabb alapelvünk az az, hogy tartsuk fenn a rezsicsökkentést a jelenlegi szabályok mellett. Ez ugye azt jelenti, hogy a kiállított gázszámlák 80%-a
az a rezsicsökkentett értékhatár alatt marad, és ugyanez az áramnál a számlák kétharmada. De ez nem csak a kormány rezsicsökkentésének, hanem jelentős spórolásnak is köszönhető, erről meséltek a puszta út lakaiak. Mit nem változtatunk, mert ha én fázolok, én föltekerem a gázt, én nem spórolok vele. De hála a jó Istennek, túl vagyunk fizetve a gázzal. Nem kellett fizetni. Aztán csak kiderül, hogy nem spórolnak. A megoldás a 14 négyzetméteres nyári konyha, a fatüzelésű sparhelyettel. Mikor bejön a nagyobb hideg, akkor fölveszünk. De csak olyankor veszük föl, mikor fölmegyünk, de körülbelül többet is vagyunk rend a kis konyhában. Így fával tüzelünk. Hogy néz ki egy tél? Itt mondta, hogy itt vannak a kis konyhában, és fával tüzelnek. Akkor igen. Mondjuk lejönnek reggel, készítik az ebédet. Igen, igen, itt vagyunk. Azon a sparhelyen szoktuk főzni. Megfőzni az ebédet. Hát mondom, hogyha már ég a tűz, akkor minek használjuk a palackos gázt? Mikor az is olyan drága. Nem is tudom, mennyi most egy palack, mert már cserélni kéne, de nem tudom, hogy mennyi. És mikor estére, amikor visszamennek, akkor hány fok van a házba? Hát 18-20 fok. Hát körül. De ha nagyon hideg van, akkor nem tekerjük föl. 3-as, 4-es közé tesszük, de csak olyan 3-4 óra körül. Mert nem vagyunk fönt. Csak mire mondom, fölmegyünk, megmosakszunk, lefekszünk, hogy azért belágyosodjon a szoba. Délidőben érkeztünk, az illatos ebédből mi is kaptunk. A posta bezárása őket is zavarja. És azt mondták, hogy csak addig lesz bezárva, míg lemegy a nagy hideg. Hát már mióta nincs nagy hideg, és mégsem nyitottak ki. Hát nem is fognak ilyen kis településbe. Nem fognak. Biztos, hogy nem. Hát itt nincs semmi különben. Hát nincs. Se iskola, szerencsétlen gyerekek, óvodások, megyesre cihelik őket. Posta nincs. Bót van egy kis nyomorú, de az is olyan drága, hogy megfizethetetlen. Akkor se iskola nincs, se óvoda nincs, se gyógyszertár nincs, úgyhogy orvos sincs. De vissza a rezsire, a kiskonyhás mindennapok azt mutatják, hogyan is spóroltak. A meghadadai szerint a rezsijesztés bejött. A lakosság a 2016-2017-es télhez képest 30%-kal kevesebb gázt használt. Akkor az októbertől márciusig tartó átlaghőmérséklet 4,2 fok volt. Az elmúlt időszakban ez 6,7 fokra nőtt, ezért kerestünk egy olyan időszakot, ami az átlaghőmérsékletben hasonló. 2018-2009 tele 6,9 fokos volt, vagyis melegebb, mint a mostani, ehhez viszonyítva közel 20%-os a spórolás, vagyis hidegebb télen kevesebb gáz fogyott. Beszéljünk már valami vidámabb dolgokról. Ez sima fánk, igaz? Nem, ez krumplis fogácsa. Biztos, hogy nem ettek ilyet még. És azt hogy készíti? Hát krumpliból, meg lisztből. Egy kis sót teszek bele. És mitől jön föl ennyire? Sütőtől? Élesztőtől. Egy kis élesztő van benne. Persze. Beállhatom ilyen langyos vízbe az élesztőt, és akkor beleteszem a krumpliba. Meg egy kis étolaj van, hogy puhább legyen. Egyetlen ábra a végére. Az MVM 2020-ban 14-15 eurós tőzsdei gázárral számolt. Tavaly nyára ez 306 euróig szárnyalt, most 24,5 euró. A békeidőhöz képest még mindig 40%-kal drágább. Most tényleg pénzbe kerül az államnak a rezsicsökkentés, amit újabb és újabb adókból fedez a kormány, amit végső soron a lakosság fizet meg. 2022-ben az MVM több mint 500 milliárd forintot kapott a rezsivédelemre. Mennyit ért volna, hogyha az évek során az állam az épületek korszerűsítését támogatja, évente 100 milliárd forinttal, 10 év alatt 1000 milliárd forinttal? Ezt mindenki döntse el saját maga.